És már is a helyére érkezik kétszeres olimpiai bajnokunk Gerge István, akit sok szeretettel köszöntök. És az első nagy kérdés, hogy mi áradban, mert hogyha jól tudom, nem csak megnézed a mérkőzést, hanem komoly feladatod is van. Hát a feladat az, igen, tehát kijöttünk egy kisebb csoporttal, önkéntesekkel, és ezt a közvéleménykutatást végezzük itt is helyben. Ugye itt azok az emberek vannak, azok a nézők, akik nagyon-nagyon elvetemült vízoldó szurkolók, és ezek, az ő véleményükre is nagyon szükségünk van. Tehát mi az a motivációs erő, ami őket ide kihozza ezekre a mérkőzésekre, a Margit-szigetre? És ha valaki nem hallotta volna, akkor ajánlom, hogy látogassa meg majd a vlv.hu honlapot, hiszen ott letölthető a kérdőív. A kérdések nyilván nem csak magára a vízilabdára, hanem a sport szeretetre is vonatkoznak. Mi volt a lényeg, és egyáltalán hogy találtátok ki, hogy az embereket egy kicsit megkérdezitek arról, hogy mennyire szeretik ezt a játékot, mi az, amit változtatnának, miért indult el ez a gondolat? Ez igazából a Honvédnál indult el, arra próbáltunk meg rájönni, hogy a nézőket hogyan lehetne jobban becsalogatni hozzánk. És akkor elkezdett bővülni a kör, ugye először az, hogy akkor a sport, utána nem csak a Honvéd vízilabda, hanem az egész vízilabda, és úgy jutunk el odáig, hogy a Magyar Vízilabda nélkül, a Magyar Vízilabda Szövetség nélkül nem tudunk előbbre jutni, abban, hogy a vízilabdában több szurkó legyen, és ugye nem elhanyagolható dolog, hogy tehát mennyire sportszerető ember a magyar. Ezt is szeretnénk kideríteni, mert igazából, hogyha nem szeretik a sportot sem élőben, sem a tévében nézni, akkor hiába küzdködünk azzal, hogy most a vízilabda nézet legyen. Nagyon-nagyon nehéz dolgunk van, úgyhogy ez a fölmérés erre is szolgál, hogy ez is kiderüljön, hogy mennyire nézett egyáltalán a vízilabda, vagyis hát a sport Magyarországon. Említetted nekem adáson kívül, hogy az, hogy sikeres a sportág, az nyilván sokat nyom a labda, de hosszú távon nyilván nem csak ez fontos, hanem például, ugye látjuk például amerikai fociban bemikrofonozzák a játékvezetőket, ilyeneken is gondolkodtok, mert voltak ilyen jellegű kérdések. Igen, van ilyen, hát megpróbálok több oldalra megközelíteni a sportágat, és azt gondolom, hogy mindenki, a vízilabdának az a nagy hátránya, hogy értetetlen. Tehát sok olyan szituáció van ugye a közeg miatt is, hogy vízben játszódik a sportág, hogy a víz alatt nem lát a bíró sem, a néző sem, és azok a történések, amik ott víz alatt történnek, és a bíró ott esetleg meg is ítéli, jó lenne, hogyha esetleg tudnák kommentálni. Tehát egy néző sem menjen úgy a mérkőzés után, hogy nem érti, hogy mi történt, és miért történt az, ami történt. Lehet hibás döntéseket hozni a bíróknak is, ez benne van, mindenki tud hibázni, de akkor azt kell mondani, hogy azért. Tehát ezen az így nincsenek rákészítve a bírók arra, hogy hibáznak, olyan dolgokat fújjanak, amiket esetleg úgy vélnek, hogy az megtörtént, és a nézők nem mennek el úgy a mérkőzésre, hogy nem tudják, hogy mi történt, miért nyert az egyik csapat, miért nem volt gól a másik oldal, miért volt gól ezen az oldal, miért történt kiállítás. Tehát egy-két-háromszor megindokon, és azt gondolom, ez szerencsésebb lenne. És hát, hogyha a pálya mondjuk kisebb lenne, és kevesebben játszanák, ezzel a gondolattal is eljátszottatok? Eljátszottunk, de ezek a kérdések ott vannak, úgyhogy ha kitöltöd a kérdőt, akkor mindenképpen számításba veszük a te véleményed is. És hát gondolom a többiekét is. Például a dr. Szabó Zoltán ugye nálunk azért van itt, hogy elmagyarázza akár nekünk is, ha valamit nem értünk, akkor valami hasonlót szeretnétek becsalni a nézőtérre? Igen, ez már ott is van online, és most itt a Vodafone kupán is itt van, tehát itt is töltetjük ki velük. Lehet, hogy ki kéne hangosítanunk a Szabó Zolit, mit szólsz hozzá tesztként? Hát bármi, tehát minden játszik, mindent meg kell fogni, meg kell ragadni, ami vízabda népszerűsítésével kapcsolatban áll. Viszont azért Magyarországon azt gondolom, a vízabda ezt megérdemli, hogy foglalkozzunk ezzel komolyabban. Magyarország, Görögország hamarosan, mit vársz a fiúktól, egy fontos megmérettetés ugye a Sánkhelyi világbajnokság előtt? Én úgy láttam, az eddig érdemények alapján nagyon-nagyon erős a magyar csapat. Nem csak a Vodafone kupát fogja megnyerni, én azt gondolom, hogy idén még szép eredményeket is fognak produkálni. Köszönjük Gerge Istvánnak, a szó pedig akkor azért a dr. Szabó Zoltáné, akit már természetesen megmutattunk önöknek, és ha jól látom, akkor nem csak a vízilabdázókat, hanem például Juhász Rolandot is, válogatott labdarúgókat is érdekli. Tehát érdekel mindenkit ez a mérkőzés, szórakozzanak önök is jól, Lédere Rákossal is. Bent Hárai gyilkolják, de Hárai szépen megy az emberéről! És Varga Dánieltől kapott egy remek labdát Hárai! Delakaszt hagyta paképnél! Nézzük a visszajátszásban magát a mozdulatot, a centergolt, de előtte a passz Varga Danitól ismét, egy újabb gólpassz tőle, megjegyzendő dolog, ugyanakkor Hárai továbbra is tartja azt a formáját, amit hála Istennek a Honvéd szempontból, illetőleg válogatott szempontból is hónapok óta fut. Majdnem minden meccsen egy akcióból minimum, és a többi az pedig kiállításokban mérhető. Nagyon kell még egy másfél hónapig, hogy kitartson ez a forma. 5-2 előtt. Nem dobott még gólt, illetve nem lőtt gólt egyelőre Bíros Péter. Reméljük, hogy ez most változni fog, de akár ezt sem bánjuk.
szívós így a gólszerző. Épp hogy bent volt. Hát beszéltünk már róla, egyetérezés. Igazából az a fontos, hogy ez a for is úgy lett megjátszva, hogy elképzeltük. Steinmetz Ádám, mint gólbíró is remekel. Egyértelműsíti a találatot ugyan. Már a labda viszont kiegészülnek a görögök, és gyönyörűen az utolsó pillanatban szívós második gólja. Hát, hogy ne lehessen rámondani, hogy csak olyan gólja van, hogy átvánszorog a gólvonalon. Hát ezt most a zsebből, mert kicsit Kis Gergőtől szokatlan módon kicsit laposan jött a passz, de ettől még ez tökéletes volt a befejezéshez.